Egy hónapja megkezdődött a bérletek árusítása és újraértékesítése a Móricz Zsigmond Színházban. A részletekről pedig már Tamás Attilát és Horváth Illést kérdezem, szeretettel köszöntelek titeket. Szervusz. Szia. Mit lehet tudni a bérletekről, van-e még? Igen, egy hónapja nyílt meg a bérletvásárlási lehetőség. Ezen a héten már nem csak azoknak volt lehetőségük, akiknek már eddig is volt, ugye nekik volt egy olyan lehetőség, hogy megújítsák a régi helyüket, hanem most már úgy mondom szabad a pálya, úgyhogy bárki vásárolhat bérletet, és úgy gondolom, hogy jó is, hogyha elmennek minél hamarabb, egy az, hogy jusson nekik, a másik, hogy közeleg a Vidor, és a bérleteseknek különböző kedvezmények jönnek a Vidorhoz kapcsolódóan. Milyen kedvezmények ezek? Igen, hát mindig volt szokásunk, hogy a VIP bérletesek és azok a bérlettulajdonosok, akik rendelkeznek érvényes bérlettel, hamarabb vásárolhatnak jegyet a Vidor Fesztiválnak a színházi előadásaira, és ezt ebben az évben is így fogjuk tenni. Úgyhogy a jó hír az, hogy a következő hét hétfőjétől már a VIP bérletesek hétfőn, akiknek régi bérletük van, kedden és szerdán, csütörtöktől pedig bárki vásárolhat majd a Vidor Fesztivál előadásaira jegyet. Ez valóban nagyszerű hír. A színházban pedig folyamatosan zajlik az élet. Június 5-től nyilvánosságra hozták a következő évad programját a pontos részletekkel együtt. Mit tudhatunk erről? Először is azt, hogy ez egy abban az értelemben mindenképp rendhagyó évad lesz, hogy a pandémia miatt ugye nagyon sok előadást és bemutatót is konkrétan el kellett hagynunk. Ebből kifolyólag ennek van következménye, ez kihat a következő évad műsorára is, abban az értelemben, hogy nem tudjuk a szokásos 13 új bemutatónkat, nem tudtuk megtervezni, hanem úgymond örökölt az előző évad terveiből bizonyos előadás terveket ez az évad is. De én azt gondolom, hogy ezzel az egyveleggel egy nagyon változatos, nagyon különleges és nagyon izgalmas évad állt össze. Rögtön az elején az évadnak az első nagy színpadi bemutatója Szente Vajk Legénybúcsú című színdarabja és előadása lesz, amit Budapesten a Játék színpadán már óriási siker fogadott egy évvel ezelőtt, és most ezt mi is be tudjuk mutatni Nagy Sándor rendezésében, aki az eredeti előadás egyik főszereplője volt, így aztán kívülbelül abszolút ismerője volt mind a színdarabnak, mint az előadásnak. Ez egy fergeteges vígjáték, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy évadot, egy ilyen nagy erőbedobással, egy nagy lendülettel, egy rengeteg nevetést ígérő és kínáló vígjátékkal érdemes elkezdeni, ezt mi meg is valósítjuk. Ezt követően egy kicsit komolyabb vizekre elvezünk, Bertolt Brechtnek a Kurázsi Mama és Gyermekei című klasszikusát mutatjuk be. Ezt Keresztes Attila rendezi majd, aki egy nagyon komoly szakember. Bregicer Fruzsina játsza majd a címszerepet, aki pedig a városnak egy kiváló színésznője hosszú idő óta. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy művészi teljesítmény lehet a részéről, és hogy egy nagyon komoly, igényes szakmai vállalás ez az előadás, és nagyon sokat várok tőle művészi értelemben. Ezután szintén könnyedebb vizekre vezünk, én jövök, és egy nagyon különlegesnek ígérkező bemutatót készítünk éppen elő ezekben a napokban is. Nem tudom, a kedves nézők bizonyára nagyon sokan emlékezhetnek, a 90-es évek elején volt egy film Idétlen időkig címmel. Ebben a filmben Bill Murray játszotta a főszerepet, akivel az történik, hogy egy meteorológust alakít a filmbe, akit egy kisvárosban küldenek el, ahol mormota nap van. Ez az amerikaiaknál egy népszokás, ez a mormota nap, ez megegyezik nálunk. A medve az, aki előjön a barlangjából, és ha meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és még tart a tél. Az amerikaiaknál ez mormotával van. Na, Bill Murray elmegy ebbe a városkába, ahol tudósít erre, ez egyébként számára nem túl érdekes eseményről, és másnap ugyanarra a napra ébred. Mindig meg akar szabadulni ettől a naptól, ettől a várostól, és mindig ugyanaz a nap kezdődik újra, és egy ilyen időhurokba kerül, és nem tud szabadulni a várostól, az emberektől és ettől a mormotától. Ez egy klasszikus vígjáték volt a mozinézők, illetve a televízió is minden évben szerintem többször is leadja. Na és ebből készítettek a Broadway-n egy nagyszabású musicalt pár évvel ezelőtt, aminek a jogait sikerült megszereznünk. Ez egy nagyon nagy dolog, ezt a kedves nézők biztos nem tudják, hogy a Broadway-n van egy nagy musical bemutató, annak sok évet kell várnia, mire eljut ilyen kisebb régiókba, nyelvterületekre is, mint például Magyarország. Először lemegy Amerikában egy-két évig, aztán megy nagyobb nyelvterületekre, és végül
évek múltán jutsak el ide, na most ezt nekünk nagyon korán sikerült megszereznünk. Úgyhogy az Idétlen időkig című musical lesz a következő bemutatónk, a harmadik a nagyszínpadon, ami egy nagyon fergeteges vígjáték és egy nagyon nagyszabású musicalnek ígérkezik, nagyon látványos előadásnak. Élő zenekarral természetesen, melyet Tamás Attila barátom fog vezényelni, úgyhogy mi dolgoztunk már így együtt az Édes Cserítén, amit láthattak a kedves színházba járók, és most ez a második közös munkánk lesz, én Attilával, nekem az egy munkám, az nagyszerű élmény Igen. volt, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok abban, hogy ez is egy izgalmas Igen. feladat lesz élő zenekar. Ha már itt szóba került, elnézést, így a zenei része. A Cseríti egy örömjáték volt a zenekar számára, eleve régen zenéltünk, összeálltunk a zenei anyag is, a szereplők is, és hát tényleg a Illés rendezése alatt egy feszültségmentes előadás született meg, amit a mai napig nagyon-nagyon vár mindenki, hogy mikor fogunk újra játszani, és mikor fog újra megszólalni, de szerintem ezzel a színész kollégák is így vannak, de a zenekar nagyon szerette ezt a darabot. Egy picit más lesz ez a mostani, hiszen annyira friss, ahogy Illés is említette, hát 2016-ban mutatták be, 2017-től megy ez műsoron. Ezeknek a szerkesztése, a zenei anyag szerkesztése, az összeállítása, amilyen hangzásvilágot megkíván, amilyen technikával kell megszólaltatni programozásilag ezeket a keyboardokat, ami már úgy van átírva, úgy szólaltak meg a Broadway-nen. Úgyhogy egy kicsit új feladat lesz nálunk, hiszen nem egy ilyen régebbi darabnak a felújításáról van szó és egy mai hangzásról, hanem egy kifejezetten mai hangzásra megírt zenével fog találkozni a néző. Abszolút így van, és ebből kifolyólag rendkívül hangzatos lesz. Tehát nagyon-nagyon modern, erőteljes és nagyon-nagyon fülbemászó dallamokat persze nem nélkülözi, de egy nagyon-nagyon különleges zenei anyag, nagy kóros művekkel és mindennel, úgyhogy ez egy látványos és izgalmas előadás lesz, ráadásul egy ismert, sokak által ismert történetnek egy zenés feldolgozása, szóval ez mindenképpen az évadunknak egy nagy vállalkozása, úgymond a gerincét alkotja. Ezek után egy nagy színpadi bemutatónk lesz már csak, az már 2022-re esik, Tracy Letts-nek az Augustus Oklahomában című színdarabja, ami a modern amerikai irodalomnak az egyik legtöbbet játszott, legkeresettebb színdarabja. Ebből is készült egyébként amerikai mozifilmes változat, Julia Roberts-el és Meryl Streep-el, és hogyha jól tudom, Oscar-díjat is kaptak érte. Szóval ez egy családtörténet, ez egy családi dráma, de ebben is van egyébként rengeteg humor, de ez egy kicsit már egy, hogy mondjam, egy vaskosabb anyag, tehát nem csak és kizárólag az önfelett szórakozásnak lesz a terméke, hanem ez egy igazi drámai kérdéseket is fog boncolgatni ez a színdarab, Szikszai Rémusz rendezésében, akit már a Kalucsné okán ismerhetnek a nyíregyházi nézők is. Gyorsan elmondom akkor a Kamarát is, hogyha már erre kértél fel, hogy ismertessem az évadot, de igyekszem rövidre fogni. A Kamarában is 4 bemutatót tervezünk, egy váratlan, bocsánat, a Várj, míg sötét lesz című krimivel kezdjük az évadot. Ez, ahogy mondom, egy krimi, ami nagyon izgalmas. Tehát én, amikor láttam a főpróbáját, ez például egy olyan előadás lesz, amit már elkészítettünk. Fiókban várja, hogy végre nézők elé kerülhessen. Én láthattam, azon szerencsések közé tartozom, akik láthatták a főpróbáját, meglepően izgi. Tehát, hogy az ember arra számít, hogy ilyen izgalmas thrillert, krimit csak moziban, vagy tévében, vagy filmen láthat, és Mészáros Tibor, aki rendezte az előadást, én szerintem rendkívül nagy rendezői erénye, hogy feszesre és olyan izgalmasra rendezte az előadást, Kuti Patriciával a címszerepben, aki kiváló alakítást bonyolít le, hogy az ember észre se veszi, hogy telik az idő, hanem egyszerűen a rabjává válik a történetnek, a fordulatoknak, kiváló alakításokkal, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas bemutató lesz. Ezután Tasnádi Istvánnak a Közellenség című történetét rendezem én, ami szintén zenés, de ez nem úgy zenés, mint egy musical, hanem ez egy bosszú dráma tulajdonképpen, egy középkori történet, ami a Kórház Mihály legendáját dolgozza fel, egy Kleist novella alapján írta István a színdarabot, tehát egy kortárs magyar szöveg, kortárs magyar színdarab, zenékkel, dalokkal, koreográfiákkal és baromi izgalmas történettel. Egy morális kérdést feszeget, hogy vajon, hogyha bosszút akarunk állni valakin, akkor meddig mehetünk el, vagy elmenjünk-e bármeddig. Ezt követi szintén egy krimi, úgyhogy tulajdonképpen a Kamarában, hogy így összegzem a dolgokat, az izgalom és a krimi lesz a főszerep ebben az évben, ebben az évadban. John Priestley-nek a Váratlan vendég című színdarabját mutatjuk be, amikor egy család, aki abszolút euforikus hangulatban ünnepli éppen az eljegyzését a lányuknak, betoppan egy rendőrnyomozó, és
és számon kéri a társaságot egy lány halála miatt, és ennél többet nem is akarok elárulni róla, mert akkor már lelőném a poénokat. Igen, és kihagytam, bocsánat, igen, időrendben mondtam csak rosszul, Csehovnak a Cseresznyéskertje lesz a negyedik bemutatónk, hogy egy igazi nagy klasszikus szépirodalmi művet is, illetve egy igazi nagy klasszikus színdarabot is bemutassunk. Szerintem kötelező olvasmány is, úgyhogy a fiatalok érdeklődését is kiválthatja. Cukor Balázs rendezi, aki arról híres, hogy nagyon szép, nagyon igényes és nagyon érzékeny, érzelmes előadásokat készít. Akkor drámáért, izgalmakért és zenéért megéri jövőre menni a következő évadban a Színházba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Mi köszönjük a meghívást.